Robinak köszönjük szépen a szót, jó reggelt kívánok, kedves nézők! Ebben a másodpercben állt meg az Astro Plus TV kerék, pedig jó alaposan megpörgettem. Na de nem baj, hiszen ma még háromszor pörögni fog. Egy újabb fejezetet nyitunk az Astro Plus TV sorsolás életében, hiszen újabb három játékos állít velünk a stúdióban, akiket egyébként múlt héten itt a stúdiójátékban sorsoltunk ki, nem lesz ez másképp ma sem. És hát bizony három játékosunk közül bárki nyerhet, sőt nem biztos, hogy egy valaki, lehet, hogy többen nyernek. Ez majd kiderül, ezért is mondtam egy új fejezet, hiszen ugye fortuna útjai kifürkészhetetlenek. Egy azonban biztos, 1.595.000 forint a nyeremény alap a mai reggelen. Ez ugyebár azt jelenti, hogy három játékosunk közül a legnagyobb nyerőszámot kipörgető nyeri meg ezt az összeget. Viszont ugye tippelni fognak játékosaink egy-egy csillagjegyre, és hogyha a nyertes szám mellett pont az a csillagjegy szerepel, amit az érintett játékos megtippelt, akkor bizony megduplázhatja az érintett ezt a nyereményt. Na de, mint mindig, most is azzal tesszük izgalmasabbá a játékot, hogy felezők is helyet kaptak az Astro Plus TV keréken, hogyha valaki felezőben nyer, akkor értelemszerűen elfelezzük, bár hogyha az 1.595.000 forint felét nézem, még az is egy nagyon-nagyon szép összeg, úgyhogy szerintem szomorkodásra semmi ok, izgulásra annál inkább, hogy ki fog nyerni. Itt van mai három játékosunk, Rozália, János és Gábor, jó reggelt kívánok mindnyájuknak! Említettem az imént a csillagjegyet, ez fontos lesz, úgyhogy meg is kérdezném önöket, hogy milyen csillagjeggyel játszanak. Rozália. A mérleget választja János. Kos. A kossal játszik Gábor pedig. Rák. A rákkal. Hát akkor lássuk, hogy ki a legszerencsésebb. Rozáliája az első lehetőség. Ahogy azt mondani szoktam, parancsoljon, pörögjön az Astro Plus TV kerék. Rozália a mérleg csillagjeggyel játszik, állítólag a mérleg kimondottan becsületes. Ezt nem is vonom kétségbe. Na nézzük, a három fordulat megtörtént, tehát a stúdiójáték szabályainak megfelelt a pörgetés, Rozália nagyon ügyes volt, és akkor nézzük, hogy mi az első szám, és a nyerő szám-e. Majd kiderül, 12-es és a bika. János folytatja a játékot, parancsoljon. János, kérem, álljon vissza a helyére. Hadd lássa mindenki, mit pörget. A kos csillagjegy kimondottan vakmerő. Ezt a bátor pörgetésből megint csak leszűrhetjük, hogy valóban igaz. Na és a vakmerőség segít-e? Úgy látom, igen, hiszen a 71-es és az oroszlán, tehát János átvette a vezetést. Na de még nincs vége, hiszen ugye tudják, összesen 90 szám van az Astro Plus TV keréken. Gábornak a 71-esnél kellene nagyobbat pörgetnie, hogyha szeretne nyerni, parancsoljon. Gábor egy határozott pörgetéssel, pedig állítólag a rák nagyon félénk. Így van? Nem tudom. Nem kimondotta. Na nézzük! A 74 és a mérleg! Hát ugye, én mondtam, hogy a bátorság az bizony sikerre vezethet, hiszen a 74-essel átvette a vezetést, és mivel ön mögött már senki nem áll, így gratulálhatok is. Igaz, köszönöm, a csillagjegy nem stimmel, de gondolom annyira nem bánja, 1.595.000 forintot nyer ebben a másodpercben. Gratulálok hozzá. Gondolkozott-e a játék előtt, hogyha meg lesz a nyeremény, mire fogja költeni? Hát lakásfelújítás és a unokáimra. Hát a legjobb helyre kerül. Jó ezt hallani reggelente, általában mindig olyan információkat kapok, ha ezt a kérdést felteszem, hogy nem jól esik hallani. Na, tehát család, jön a karácsony, lesz helye. Gratulálok még egyszer. Másik két játékosunk se szoborkodjon, 50-50 ezer forintot önök is nyertek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak mindhárman. Kedves nézőink, és akkor jöjjön a második sorsolás. Ugye tudják, a megújult Astro Plus TV-ben kisorsoljuk a jövő heti stúdió játékosokat is. Most is sorsolási bizottságunk elnöke, a segítségem Aless Gyula. Szia Gyula, jó reggelt! Köszöntöm a nézőket! Gyulám, kezdjük el. Ne húzzuk az időt. Ne csigázzuk a nézőket és a játékosokat. Három nevet fogok először kihúzni majd. A három stúdió játékost jelenti ez majd. Timkó István, ha jól olvasom, budapesti játékosunk, csúnyán írt, dorgálás jár. Na de ez nem befolyásol semmit, hiszen ő az első stúdiójátékos ettől függetlenül. Maxi Ferencné Békés Sámsonról küldött egy pályázatot, ő a második szerencsés stúdiójátékos. Ezeket is idehúzom, hogy jó alaposan meg tudjam keverni. És akkor jöjjön harmadik stúdió játékosunk, aki Vizer Mónika Mécsérről. Neki gratulálunk! Viszont még kettő darab név itt van a sorsoló gömbben, a két tartalékjátékos,
Közülük jön az első, aki nem más, mint Dobos Renáta, budapesti játékosunk. Gratulálunk neki is. És még egy utolsó gratuláció jár, mégpedig Wagner Katának, aki Pécsről írt nekünk. Gratulálunk! A képernyőn látható nevek közül a felső három a három stúdiójátékost jelenti, az alsó kettő pedig a két tartalékjátékost. Őket nagy szeretettel várjuk jövő héten ide a stúdióba. Ne felejtsék, hogyha szeretnének önök is itt lenni velünk, akkor pályázzanak, a pályázatokat viszont nagyon olvashatóan, ez nagyon fontos, és pontosan legyenek kedvesek kitölteni, legalábbis a pályázati szelvényeket. Jövő héten több mint 1,3 millió forinttal várjuk önöket, további szép napot mindnyájuknak, viszontlátásra!